Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Egy olyan vadásztársaságnál dolgozom, és szeretném ezt bemutatni önöknek, amely tényleg egy intenzív aprovatgazdálkodással foglalkozik. Hozzáteszem, hogy vadászterületünk nagyságát tekintve nem nagy, tehát 3500-800 hektáron gazdálkodunk. Ami lényegesen fontos ebben a területben, kijelöltünk egy 1500 hektáros mintaterületet, amin intenzíven folyik a vadgazdálkodás. Hála Istennek az erdősültségünk az a 3% vagy az alatti, 63% szántóterülettel. Cégünk állattenyésztéssel is foglalkozik, ezáltal ugye a legelő és gyepterületünk nagysága az átlagon fölüli. És ugyanúgy, mint más területeknél, nálunk is azért a legkisebb tábla az 25 hektár, vagy pedig ennél magasabb területünk. Békés megye északkeleti részén helyezkedik el, és a vízellátottsága a nyugati részt kivéve elfogadható, de amin ez a mintaterület ki van alakítva, például a víz utánpótlásról nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, gondoskodni kell róla. Ugye a területen meghatároztuk főnökeimmel annó, hogy nálunk kifejezetten és csak is az apróvad jelenti a gazdálkodásnak a fő alapját. Tehát értem ez alatt a mezennyulat, a fácánt, a tőkés részét, és ugye szívem csücske, és szoktam mondani, hogy ami a jó a fogolynak, az még jobb a mezennyulnak, ezért a fogolyra is fektetünk hangsúlyt a területen. Itt látható a területünknek egy része. Mondtam, hogy nincsenek nagy erdőink, legnagyobb erdőnk az 30 hektáros, inkább kisebb facsoportok, hosszan elnyúlva. Itt a terület jellegét lehet látni ezeken a képeken. Tehát, mint mondtam, jellemző nagyvadfajaink, ugye fő profil az őz, csak és kizárólag ezt a nagyvadat szeretjük a területünkön látni. Sajnos váltóvadként megjelenik a vaddisznó, és én tapasztalom, ebben az évben sajnos már az ötödik vaddisznót ejtjük el a területen, ami óriási problémát jelent. Azt gondolom, hogy a vaddisznó nem fér össze az őzzel sem, de az apró vadra meg kifejezetten a legkártékonyabb vad. 7 évvel ezelőtt elkezdtünk egy célkitűzést, mint ahogy mondtam, ugye legyen ez a célkitűzés, hogy az apró vad képezze a hasznosítás kizárólagos alapját. És ez ügyben ugye megkerestük Hajas Péter Pált, hogy nézze meg a területet, alakítsunk, csináljunk egy olyan dolgot ezen a területen, ami más területeken nem található meg, és próbáljuk meg, hogy mire vagyunk képesek ezen a területen gazdálkodás szempontjából az apró vadon segíteni, elérni rajta valamit. Itt a képen látható, az első ilyen lépés volt, hogy a gyep területeken, a táblaszegélyeken kaszálatlan sávokat hagytunk meg. Ez óriási, a későbbiekben fogom említeni, nagyon-nagyon sokat jelentett a mezeinyúlnál például. Ugye élőhelyfejlesztés. Az első sorban azt néztük, hogy mi a kedvező a mezeinyúl számára. Ami jó a nyúlnak, az nem biztos, hogy a fácának megfelel, de a fácán természetes szaporulatában nagyon jól láthatók ezek a dolgok. A terület egy kopár kultúrsivatag, és itt ugye az etetőket, itatókat el kellett szisztematikusan rendezni. Számokról beszélve az 1500 hektárt hangsúlyozom ki, mindenki ismeri, látta már ezt a rugós vödörös etetőt, 220 darabot helyeztünk el ezen az 1500 hektáron. 45 darab klasszikus fácán etetőnk található még mindemellett. Itt hozzáteszem azt, hogy ugye mi a fácánt, meg semmilyen varat ugye földről nem etetünk, tehát raklap, 2-3 zsák takarmány megy bele, így kell ezt a fácánetetőt elképzelni. Az ősz pedig 10 darab nagyvadetető található meg. Beszéltem a vízellátottságról, ami szerintem nagyon fontos, és szükséges is a vadnak. Látjuk az idején 40 fokos nyarat, nem volt harmat reggel, tehát senki nem mondja, hogy volt annyi harmat vagy vegetációs víz, hogy a mezeinyulaink ne szenvedjék ezt meg. 150 darab ilyen itató található meg, ez azt jelenti, hogy 12 köbméter víz megy ki egy itatáson, és ez ebben a szélsőséges időjárásban, amik voltak, ez heti 6 köbméter pótlást jelentett. Az apróvad kedvező életfeltételek megteremtése,
Itt nagyon, nagyon sokat segített ez a füves, kaszálatlan gyepszegélyeknek a kialakítása, és a vadföldek mozaikszerű kialakítása szintén, ami azt akarja magában, hogy ezen a területen bármerre indul például beszélünk a fácáról, mindig talál magának megfelelő életteret, megfelelő élőhelyet. A töménytelen mennyiségű itató és etető kihelyezésével ugye táplálékot talál magának, és amikor elindul, nem azon gondolkozik, hogy most hol tudok jól lakni, vagy hol találok vizet, hanem eszek, iszok, és jól érzem magam a területen. Itt látható, ugye ez a kezdeti szakaszoktól indultunk, ugye fölül a vödrös rugós etető, mindenki ismeri, itatóból számtalan fajtát kipróbáltunk. Azt vallom, hogy mindegyikből tud inni a vad, használja a vad az itatókat, teljesen mindegy, hogy az most gumiból van, és mondjuk esztétikailag nem stimmel annyira a környezetünkben, vagy például a fácánevelés során nem használt már önitatók, ki vannak helyezve a területen, nagyon használja a vad, és hozzászokik, és föl is keresi ezeket a helyeket. Itt látható szintén a bal felső sarokban, ugye ezek most a legmodernebbek, kisitató, kicsi a párolgás, a vizet hangyasavval megsavanyítva, az algásodást, és mindenféle ilyen dolgot el tudunk kerülni, tehát egyszer föltöltve nem hagyjuk, hogy kiürüljön, és nagyon jól működnek ezek a vadgazdálkodási berendezések. Itt látható, ami Hajas Péter által megszerkesztett mintaterület, nagyon jól látszanak, berajzolva, fogok majd róla beszélni, a csapdák, az etetők, itatók, vadföldek, hol lettek létesítve, és a kaszálatlan fűsávok. Ez mind ugye meg lett tervezve, le lett rajzolva, nekünk egy feladatunk volt, hogy ezt végre kell hajtani, és meg kell csinálni. Az egy dolog ugye, hogy végrehajtjuk, megcsináljuk, de ugye ezt még üzemeltetni is kell mellette, ami azt gondolom, hogy nem kis feladat. Isten ajándéka a mezei nyúl, csak egy kicsit sokat kell tenni érte, hogy legyen a területen. Ugye a kezdeti hasznosításunk, ugye 7 évvel ezelőtt 300 darabról indultunk. Ahogy ezt az élőhelyfejlesztést elképzeltük, nyilván egy év alatt ezt nem lehet megvalósítani, képtelenség megcsinálni, de fokozatosan, hogy elkezdtük, a következő évben egyből felugrott a hasznosításunk 620 darabra. Utána folytattuk ezt a megvalósítást, és a következő évben nyilván az időjárás is kedvezett a mezeinyúlnak, ugrásszerűen megnőtt 845 darabra, és azóta pedig stabilan tartja ezt a 950 ezer darab környéki hasznosítást. Hozzáteszem, hogy az én vadászterületemen eddig csak és kizárólag fegyveres elejtés volt, tehát élőnyúl befogással nem foglalkoztunk. Itt szoktam hozzátenni, akkor még számoljuk azt hozzá, hogy mi volt ebben a sebzés. Én megmerem azt kockáztatni, hogy legalább 25-30% még ami sebzésben elpusztul. Itt látható ugye tavaszi kép balról, tehát nem ritkaság nálunk a nyúl. Szoktam azt is mondani, hogy nincs kipusztulva a területen, tehát lehet vele találkozni. A másik óriási dolog, és ez nekem nagyon tetszik, hogy a nyúl az ugye nem eszik, meg nem iszik a vadászterületen. Ott látható a képen, hogy rendszeresen fölkeresi a vödörös etetőt, és ugyanúgy az itatót is fölkeresi a napnak mind a két szakában, tehát reggel is, és a késő délutáni órákban is. Ugye, ami jó a nyúlnak, az részben jó a fácánnak is. Nálunk a fácán gazdálkodás alapját azt a nevelés képezi. 32 ezer napos fácánt fogadunk le, egy részét érdekesítjük, 10-11 ezer darabot helyezünk ki vadászat céljából. Ugye van egy egész korszerű nevelőnek mondott, 500 négyzetméteren mi padlófűtéssel biztosítjuk a csibéknek a megfelelő hőmérsékletet, másfél hektáros kifutóval. Itt 15-16 hetes korukig tartózkodnak. Itt hozzá szeretném azt tenni, hogy nem ládázzuk a fácánt, mielőtt még valaki erre gondolna, tehát kihelyezzük, és utána folyamatosan pótolom rá. Sajnos akkora ugye zavarás, vagy akkora predátor nyomás van rajta, hogy képes egyébként szétzavarni a madarat. És így a kint lévő madár, a rárakott madarat nagyon pompásan viszi, jól repülnek a madarak. Itt a hasznosításnak az aránya egy 60% környékén szoktuk befejezni a vadászatokat úgy, nyilván sokan ülnek már itt a teremben, akik látták a vadászterületemet, hogy azért, ha hozzám kijövünk tavasszal, mindenfele fácán családokkal lehet találkozni, és ezek a fácánok eredményesen költenek és nevelnek is. Tehát ilyenkor a szeptember időszakban letakarodik, lejön a vegetáció, és nagyon szépen megvannak a családok. Nem mondom, hogy az idei nagyon kedvező volt szerintem a fácára, de
a tyúkoknak a 70%-a csibét vezet, és mondjuk a legnagyobb családai az 12 darab csibe. Nagyon sok 2-3 darab csibe van, de én ezt ennek tudom, ugye ez a drasztikus, nincs harmat, nem tud a csibe vizet fölvenni, ez nem volt egy fácán barát időjárás. Ugye itt látható bal oldalt a kifutónk, napos fácán, tehát magas hálós rendszerrel csináljuk az utónevelést, és aztán pedig a vadászatok. Másik vadfaj, amivel vadásztársaságunk még foglalkozik, ez a tőkésrész nevelése és vadászata. Egy 10 000 darabos 4 hetes tőkésrész állomány érkezik meg hozzánk. Ezt egy tóra lefogadjuk, és utána szoktatóetetéssel a ketrecig fölcsaljuk, és akkor onnan röptetjük a récéket. Október elejétől január közepéig tart ez a szezon. Direkt erre a tavalyi évben valósítottuk ezt meg, direkt erre a célra kialakított cirok és tarló, tehát tarlón vadásszuk a récét, effektív esztétikailag olyan, mintha húzáson vadásznánk. Itt láthatók egy pár kép a tóról. Igazából én nem tónak nevezném, hanem egy ilyen nagyon széles csatorna, élővízzel találkozik, ezért nálunk a vízpótlással még 40 fokban sincs olyan gond, hogy botulizmus vagy akármilyen betegség föllépne. A másik ugye nagy szerelmem ugye a fogoly. Én ezt a foglyot kipróbáltam már házban nevelni, kipróbáltam már reggel kirakni, nem volt jó, nem tetszett, és amit mondok, hogy ez a legkevesebb időigényes tojásvásárlással és csibe adaptációval oldom meg ezt a problémát. A terület 15 pontjára kihelyezem a kotlósládákat, és ezek ott vannak. Ez pontosan belekerül 45-50 percbe, mire a hivatásos vadász egy nap egyszer körbejárja és vizet, és takarmányt biztosít a madaraknak. Nincs olyan gond vele, hogy például nálam a róka megeszi, tehát ez kizárt dolognak, az idejében sem halálozott el egy kotlós sem a róka által. Mozaikszerűen kihelyezem, itt fölnőnek a madarak, és mivel egy nap csak egyszer találkoznak effektíve emberrel, ezért úgy viselkednek, mint vadtársaik, ugyanúgy megmaradnak a családok, a túlélése viszont az nagyon katasztrofális, fogok majd róla egy kicsit később beszélni. Itt láthatók ugye a kotlósládák, a fogolya kirakva. Nagyon jó, ezek kint egészen október elejéig kimaradnak a kotlók is, a ládák is a kis foglyokkal. Itt akarom megragadni azt, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni ugye a ragadozóknak a gyérítésére. És itt tudok, olyan példa az idén, amit tapasztaltam, egyetlen egy patkány 2 darab este alatt 30 darab kis foglyot nyírt ki. Hiába csapdáztam, nem ment bele, ha egyszer rákap a húsra, az addig oda jár, amíg ott van a kis fogoly. Óriási ellensége, és itt mondjuk csak a patkányról beszélek, katasztrofális károkat tud okozni, és meggyőződésem az, hogy ugyanezt megcsinálja a kinti vadon nevelkedett fácánunkkal is. Ugyanúgy egyszer rákap, egy családot ki is fog írtani. Borzalmas ez a vándorpatkány invázió, ami tapasztalható. Itt egy kép, ez csak érdekességképpen raktam be. Nagyon szeretjük ezt a pompás kis madarat, brutális, hogy mit tud csinálni. Egyik, a másik dolog az, hogy mindenki tudja azt, hogy a madarunk reggel is, meg este is kap ettől a gyönyörű madártól egy pofont, majd hülye lesz visszamenni felgaljozni a fára még egyszer. Csapdapark, ugye kiemelt hangsúlyt fektetünk ugye az apróvadra, és a predátorainkat a legminimálisabb szintre le kell, hogy csökkentsük a területen. Tehát kiválasztottuk, hogy milyen csapdaparkkal szeretnénk dolgozni, és ezt fokozatosan föl is építettük. Mai álláspont szerint ugye 27 darab ködméteres csapda működik ezen a területen. 9 darab hattyúnyakkal dolgozunk, 7 tesztszorító, 60 darab 120-as kaniber, 220 darab patkánycsapda, 2 kandli, 1 műkotorékcsapda, 2 lárzáncsapda, 3 darab létráscsapda, és 5 darab kábeles visszatartó csapda. Ennek a csapdaparknak köszönhetően ugye nálunk a predátorok létszáma a minimális szintre van csökkentve. De még így is elmondom, hogy egy évben nálunk csak a róka teríték 70 és 80 darab között mozog. Ugye itt beszélünk a csapdákról, mikor fognak, hogy fognak. Ugye a csapdák most kezdenek el megint jól fogni,
majd október közepén ezt megint befejezik, és utána januártól áprilisig szintén nagyon jól működik ez a dolog. A többi időszakban azért nem fognak. És akkor itt még csak a rókáról beszélek, nem beszélek ugye a kisragadozónkról, például ez a csodálatos nyestünk, brutális mennyiség található belőle a területen, aki egy kicsit is odafigyel rá. Említettem a patkányt, én a patkányt csapdázom is, és méreggel is etetem, tehát azt kell elképzelni, hogy ilyenkor a májustól szeptemberig tartó időszakban a vödrös etetők föltöltése folyamán a 220 etetőn egy olyan 60-70 darab patkány van a csapdákban, és ez minden héten. Mellette még a patkányméregnek az etetése, ez mondjuk egy etetés, mondjuk két havonta megcsinálom, ez ilyen 15 kiló mérget jelent. Egy hónapig steril a terület, és utána jön a következő adag. Itt látható egy-két fogás a csapdákon. Ugye rókát nem nehéz csapdázni, a borz is nagyon szívesen belemegy a csapdába. Beszélünk itt a bal alsó képről, ez a gyönyörű állat, a sakál. Tehát én azt gondolom, hogy olyan terület ma nincs már szerintem Magyarországon, de nagyon-nagyon kevés, ahol nincsen jelen a sakál. Én is azt gondoltam, hogy nincsen sakálunk, van. Minden évben sajnos 2-3 darab kerül terítékre. Egyetlen egy jó ebben a mi fajta sakálunkban, azt gondolom, hogy ezek fiatalok és tapasztalatlanok, tehát sokkal könnyebben meg lehet őket fogni, ki lehet venni a területről. És ugyanint látjuk, a szarkát is gyönyörű szépen megfogja ez a csapda. Itt is látszik egy-két fogás a csapdákról, ugye a nagy tesztszirítóval mindenki tudja, mindenki csinálja ezt, én azt gondolom a kollégák közül is, tehát a borz az kiírtható a területről, nem kell, hogy borz legyen a területen. A szukarókát be lehet csapni a kölykökkel, tehát azt is nagyon szépen meg lehet fogni, ott pedig egy nyes található a csapdában. Ezzel a szinttel, tehát azt mondom, hogy nálunk minimális szintre lehet, ugye amikor a csapdáink elkezdenek fogni ilyenkor ősszel, szétmentek a rókacsaládok, mindig először a kant fogjuk meg, utána megfogjuk a szukát, és nem fog most jönni egy darabig másik. Megvan a revírja a rókának, és akkor utána majd megint koslatási időszak, fialási időszak eljön. Sokan szoktak rám nézni értetlenül, tehát nálunk azért nem szokott a róka megfialni. Bármilyen hihetetlen is. Amikor viszont el tudja kezdeni pakolni a kölykeit, akkor abban a minutumban ad nekünk feladatot. Igen, itt szintén látható, ugye, ott a sakálkoma szépen, ez egy fiatal szukasakál volt, 3 kölök volt benne, ez egy februári kép, tehát meg lehet fogni a sakát is vele, hát hála jó Istennek nem tudta elszabadulni. Itt a gyönyörű patkányunk, létrás csapda, lárzen csapda. Én az elmúlt szezonban lárzen csapdával 3 darab szarkát fogtam, egyetlen egy fészek volt megtalálható a területen. A létrás csapda pedig ugye a dolmányosok, sajnos itt is, nálam is megjelennek, főleg ilyenkor, amikor kirepülnek csapatokban, de nem tartózkodnak sokat a területen. Most fogtam múlt héten 2 darab fiatal dolmányost létrás csapdával. Vadászat. Mi egy évben ugye intenzíven vadásszuk ezt a területet, mint ahogy mondtam. Október 1-én kezdjük el ezt a vadászatot, és egészen 90-95 napot töltünk el vadászattal, vendégek fogadásával. Tehát azt gondolom, hogy kihasználjuk a téli szezont maximálisan. Ugye nekem a vadászataim főképpen 95%-ban kereső vadászat formájában zajlanak, és nem nagy csoportokkal, tehát az a 8-10 fő már, hogyha megjelenik vadászat során, akkor az már nagy létszámnak számít. Nagy hangsúlyt fektetünk ugye a teríték készítésre, tehát vadászat azért nem múlik el teríték, és ha mód és lehetőség van rá, akkor ezt kürtszó kíséretével adjuk meg a végtisztességet a vadnak. Ugye látszik, amit itt felsoroltam, elmondtam, meg lehet kérdezni, hogy ezt akkor most hogy csináljuk, mert azért ez nem egy egyszerű feladat, ez nem egyszerű megcsinálni. Ezek a ragadozók mindig adnak nekünk problémát, és fognak is, hál' Istennek, hogy ne unatkozzunk. Tehát a területen én képviselem, mint hivatásos vadász, és két kollégám szoktam mondani, egy jobb kezem és egy bal kezem végzi ezt a feladatot. Amit én most itt elmondtam, ezt mindhárman hajtjuk végre. Téli vadászatokkor a hajtók besegítenek, ami szintén fontos, nyilván lesz erről ma még szó, és ebben nem is szeretnék belemenni. Tehát a kutya nélkülözhetetlen, kutya nélkül nem lehet vadászni. Tehát a hajtóimnak szinte mindegyik hajtóm egyet kivéve kutyával rendelkezik, és jól dolgozó kutyával rendelkezik, tehát nem lehet
ekkora volumenben ilyen vadászatot kutya nélkül megcsinálni, az csak sétálás. A másik ugye, hogy rettenetes sok, tehát azt, amit akartam mondani, tehát, hogy ezt a csapdaparkot ellenőrizni, ezt karbantartani nem egyszerű feladat. Tehát azt, ha nekem valaki azt mondja, hogy ezt mondjuk én sem mondom magamról, hogy ezt minden nap körbejárjuk meg, megnézzük, ez lehetetlen, de ugye mi közlekedünk az autóval a vadászterületen, csak számokban annyit szeretnék elmondani, hogy én egy évben 6500 liter gázolajat autókázok el, és nem a családomat hurcolászom bevásárolni. Azt el lehet képzelni, hogy az mennyi kilométerbe, és ha a csapda megfogta, akkor az már nem fog nekünk a területen kárt okozni, és majd szépen kivesszük belőle, és akkor újra felélesítjük a csapdát, és ez így működik, bevált dolog, és azt gondolom, a másik, ami nagyon fontos, hogy lehet ezt csinálni egy-két-kettő darab csapdával is, vagy egy-két eszközzel, az is lehet eredményes, és okoz nekünk vadássikereket, úgymond, hogy kevesebb a ragadozunk, de én mindig azt mondom, hogy kell egy terület, aminek nem feltétlenül mondjuk 5000 hektárnak kell lenni, hanem csak mondjuk 600-700 hektárnak, ki kell próbálni, és meglátjuk azt, hogy milyen csodákat tudunk elérni ezzel. És a legelső vadunk, ami erre reagálni fog, az a mezei nyúl. Tehát egy megfelelő szakszemélyzettel és megfelelő elhivatottsággal rendelkező emberekkel ezt meg lehet ugye csinálni, és működőképes ez a történet. A másik dolog az ugye, amit még el szoktam mondani, hogy persze én könnyen beszélek, mert ugye ezt még nem említettem, hogy nálunk azért is tagság található, és nincs egy 50 fős okos brigádunk nekem a hátterem mögött. Amit én megbeszélek a főnökömmel március elején, az általában a következő március elejéig így szokott zajlani. Nincsen appelláció mellette, nincs megkérdezve a kedves tag, hogy mit szeretne. Ő azért van, hogy vadászza azt a 10-12 napot le, és ne okoskodjon. Hála jó Istennek, ezt nálunk el lehetett térni. Ugye a másik dolog, amit még nem mondtam el, ugye én egész évben folytatok a területen etetést. Ezt a számokban kifejezzük, ugye 220 darab vödrös etető, egy vödörben olyan 10 kiló takarmány megy, ez májustól szeptemberig, ez egy 12 mázsa takarmányt jelent búza ocsúból. Mellette a nagy etetők is föl vannak töltve, a téli időszakban viszont ez meg háromszorozódik ez a takarmányfogyasztás, de nálunk elfogy a vad előtt, ha egyszer oda szokadtuk az etetőhöz, akkor az mindig kapjon ott táplálékot, ne kelljen neki keresni máshol. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Kívánok mindenkinek zárszóként annyit, hogy hivatásos vadász kollega nagyon sok van itt közöttünk, azt gondolom, hogy mindenkinek legalább ilyen vadgazdálkodási eredményei legyenek, vagy legalábbis próbálja ezt megközelíteni. Köszönöm szépen!